A WWF, azaz a Természetvédelmi Világalap 2007-ben kezdeményezte először a Föld órája akciót. Az akció lényege, hogy az év egy napján világszerte ugyanabban az időben mindenki kikapcsolja az elektromos készülékeket, ezzel járulva hozzá a természetvédelemhez. Szerintem nagyon hasznos, hogy megvédjük a környezetet, és hogy a gyerekeknek is felhívják a figyelmüket, hogy mit ne csináljanak például a természetben, hogy ne szennyezzék a környezetet, hogy védjék meg inkább. Azért is fontos, hogy ugye a környezetet védjük, mert ugye, hogyha a környezetet védjük, védjük az állatokat is. És ugye az emberek se kapnak el annyi betegséget. Az Ökobecse Polgári Egyesület is csatlakozott az akció népszerűsítéséhez. Óbecse község minden iskolájában megfordultak, hogy a környezetvédelemről és a Világnap akciójáról tájékoztassák a diákokat. Az előadás során nagy figyelmet fordítunk arra, hogy minél több környezetvédelmi témát felhozzunk a gyerekek számára, ez egy interaktív foglalkozás, tehát őket bekapcsoljuk a beszélgetésbe, és a beszélgetés során próbáljuk őket rávezetni azokra a módszerekre, amivel különböző komposztálási, újrahasznosítási, illetve energiatakarékossági módszereket tudnak otthon alkalmazni. Az egy teljes órán át tartó akció Földünkért március 28-án este 8:30-kor kezdődik.